Maláj tigris. Hatodik rész. Emilio Salgari regényei nyomán. Forgatókönyv Antonio Lucatelli, Giuseppe Magnone, Manlio Scarpelli, Alberto Silvestri, Sergio Solima. Magyar hangok. Újréti László, Perlaki István, Dobos Kati, Koroknai Géza, Szabó Otto, Cigány Judit, Szatmári István, Képesi József. Fényképezte Marcello Masotti. Zene Guido és Maurizio De Angelis. Rendezte Sergio Solima. Hallottam a zenét. Onnan tudom, hogy visszajöttél. Egyedül éreztem magam. A zenével hívtalak. Marianna. Fáradt vagy. Nem. Pihenned. Nem tehetem. Mennem kell, várnak. Hiszen most már vége van. Majdnem egy hete nem betegedett meg senki. Pihenned kell. A betegeknek szükségük van rám. Nekem is szükségem van rád. Emlékszel, amikor élet és halál közt lebegtél, a nagybátyám házában, Labuánban. Én ápoltalak. És amikor nem voltam melletted, zongoráztam, a zenével szólítottalak. Mert szükségem volt rád, és mert akartalak. Ma este járkáltam a romok között. Néztem a sírokat. Kerestem a férfiakat, akikkel együtt küzdöttem oly sok harcban. Nem találtam senkit. Jan ez azt mondja, alig 50 harcos maradt életben. De ugye velük újra kezdhetjük. Igen. Velük megint újra kezdjük. Siessetek már, a házamat akarom. Nem tudsz várni reggelig? Most rögtön kell. Érzem, hogy meglegyintett a halál szele, és nincs időm várni. Magasabb vagy a összmérnél. Gondolod?
Figyelmeztes Sandokát! Kapd el azt a nőt! Sírjál, Mia. Túl vagyunk rajta. Oda néz! El is felejtettem, milyen érzés a víz a bőrön. Szambilion, hozzá kell szoknod a vízhez, az igazi vízhez. Szambilion!
Mi ez? Hát nem égetünk házat. Figyelmezte Sandokan! No! Figyelj! Janusz, azt hittem alszol. Én meg tudtam, hogy ott találok, ahol valami ég. Veszélyben vagyunk, Janusz. Tudom, testvér. Azt hiszem, most hosszú ideig egyikünknek se lesz ideje aludni. Hallod ezt? Minden oldalról. Először a kolerát küldték, és most megérkezik Brooke is. Tigrisek! Bombraszent tigrisei! Az utolsó emberig harcolunk! Ez az utolsó parancsom! Janusz! Marianna hív! Gyere utánam az emberekkel! Menj csak! Thank you.
Gyere! Mind itt vagyunk, akik megmaradtunk. Át kell mennünk a sziget keleti partjára, ahol a sziklák vannak. Ott biztosan nem köthettek ki. Rendben van, de siessünk. Az út az erdőn átvezet. Elfogták Sandokant és Jánez de Gomerát? Még nem, uram. Bevették magukat a dzsungelba, de az embereim már keresik őket. Mi is követjük őket. Én is ott akarok lenni a vadászat végén, amikor a tigris utoljára bömböl. Másik ösvény! Előre! Megállítom őket, Tigris! Jól van. Temáko! Kibur! Gyerünk! Két pontról indulnak, erről és erről. A katonáink északra tartanak ugyanabba az irányba, mint a kalózok.
Minden emberünket a keleti partra kell irányítani, amilyen gyorsan csak lehetséges. Nyilvánvaló, hogy Sandokan is arra tart. Nekünk kell elsőnek odaérni és elvágni a visszavonulás útját. Sandokan! Megállj! Hol van Sandokan? Hát az égbe! Feküdj! Gyerünk innen, gyorsan! Gyerünk! 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 Gyorsabban! Gyorsabban!
Megsebesültél? Miért nem szóltál nekem? Nem akartalak visszatartani. Fedezékbe, Sandokan, siess! Sam William! Add ide a pisztolyodat! Igyekezzetek! Mindjárt. Hamarosan ott vagyunk. Szeretlek. Nagyon szeretlek. Az az idő, amit együtt töltöttünk, többet ért 100 évnél is. Én is meghaltam, Marianna. Ha te nem vagy mellettem, nincs bennem szeretet senki és semmi iránt. Szeret. Janez, mi az ő vallásának a jelképe? A kereszt. Hadd legyen halálában Isten mellett. Vigyázzatok! A partra! Sandokan! Gabi! Gabi! Sandokan, sietnünk kell a partra. Emberek a partra!
Adja ki a parancsot a megállásra. Katonákhoz illően tisztelegni fogunk a sír előtt. Ha most megállunk, a kalózok elmenekülnek. Adja ki a parancsot a katonai tiszteletadásra. Engedj, Fridi! Fridi, mondom, nem már! Jó éjszakát, szép hercegnő. Vigyem fel az angyalok serege a mennyországba. Nemá! Még ott van? Nem tévedtem. Igyekezzetek! Lökjétek vízre a csónakot! Azzal a bárkával csináltunk már néhány jó fogást, mi? Menjünk, Szantokán, nincs több veszteni való időnk. Mi értelme, Janesz? Most már minden úgyis hiába. Tévedsz, testvérem. Von Prasen megmaradt. Ott van, azon a bárkán. Én kész vagyok, Tigris! Nem akarhatod, hogy egyedül halljanak meg. Ez a vége Sandokan. És ez a vége Von Prasen legendájának. Fossi nato con la pelle bianca, ora sarei dall'altra parte.
Se mi chiedessero chi vorrei essere se non fossi James Brooke, forse risponderei Sandokan. Első nap a tengeren, június 24-e. ...1852. Erők és tartalékok. 5 kimerült ember. Élelem semmi, ivóvíz egy vödör. Az első 4 óra békés. A látóhatáron semmi, csak néhány delfin. Hetedik óra a tengeren. Keleti szél foly. A tenger nyugodt, alig hullámzik. Hajóval nem találkoztunk, pedig a környező szigetek lakottak. Bár ez nem jelent semmit. Mindnyájan ellenségeink. Nyolcadik óra a tengeren. Teljes szélcsend. Egyre nehezebb elviselni az éjséget. Ki kell találnunk valamit. Számbüliónk szuronyfélét tákolt össze. Egy evezőre kötözte. Meggyőződése, hogy sikerül halat fognia. Reméljük úgy lesz. Bár én kétlem. Célozni, Számbüliónk! A bárka alatt van. Eltaláltad, és milyen óriási példány. Bravo, Számbüliónk. Jó nagy! Hiába. Dobd vissza a tengerbe, ez mérgezőbb egy kobránál. Huszonötödik óra a tengeren. Már több mint egy napja elhagytuk Montbrassemet. Hajót még nem láttunk. A helyzet egyre rosszabb. Nincs már több dohány. Miért kell a hajós kapitánynak naplót vezetni? A következőt. Számom megsebesült. Dupla adagot kap. Meg te. Hogy én vizet igyak? Mi ütött beléd? Szívesebben meginnék egy nagy pohár serit, vagy vörösbort, vagy valami még erősebbet. Viszki. Megsebesültél. Az utolsó golyójuk eltalált. A legutolsó. Nem volt szerencsém. Egész idő alatt szenvedtél, és nem szóltál. Minek szóltam volna? Nincs mit tenni.
kést. Ki kell vennünk a golyót. Mit csinálsz? Nem, neked nem engedem meg. Ne nyúj hozzám meg a mancsoddal, nem vagyok elefánt. Tudom, hogy meg kell lennie, de ne te csináld. Egy embernek engedem meg, hogy belém vágjon. Szandokánnak. Ne haragudj, Sam William. Szandokán a testvérem. Régen harcolunk együtt. Ha meg kell hallnom, azt szeretném, hogy a testvérem kezétől halljak meg. Harapj rá, jó erősen. Nem kell, már csak volna egy cigarettám. Elég. Tessék. Na, semminél jobb. Készülj fel. Na, gyerünk. Kérem a kötést. Hajó a láthatáron. Egyenesen felénk. Megfordulunk. Célirányba! Nem! Lehet, hogy Brook. Nem menekülünk. Ha meg kell halnunk, halljunk meg harcban! Helyes, én ezt a szándokát szeretem. Nincsenek lázálmaim, úgy hallom, ezek a barátaink. Sokáig éljen, Mompreszem! Sokáig éljen a Tigris! Daró, Malájföld megint él. Isten hozott a fedélzeten, Tigris. Boldogok vagyunk, mert élsz, és ismét látod. Janez úr, hadd adjak szívnivalót! Tessék! Ne nekem köszönje meg, Lord Guillaume-nak. Hallottuk, hogy megtámadták Mompreszemet. A hír gyorsan száll a falvak között. Megszereztük ezt a hajót, és a segítségedre siettünk. És mától fogva ez a hajó a tiéd, Szandokán. Nem adjuk fel a harcot. Tudod, hogy a te zászlód a mi reménységünk. Nem engedhetjük meg, hogy a te zászlódat valaha is lehúzzák. De Mompreszem zászlaja Brook és a katonái kezébe kerül. Tibur, gyere, lépj elő! Fogadd el az ajándékot, Szandokán. Az asszonyaink neked varták. Köszönöm, barátaim. Oda néz, Szandokán.
Bocsáss meg, Marianna. A szívem mégsem halott. Szeretem ezeket az embereket. Nem hagyhatom el őket utolsó leheletemig, értük akarok harcolni. Száz csónak, 200 csónak, 300 rosszul felfegyverzett ember. Két hajóra van szükségünk, 20 ágyúra, 100 hordó lőporra és pénzre, legalább 20 000 fontra, talán 30 000-re is. Csak egyféleképpen szerezhetjük meg, ha ismét kalózok leszünk. Millió. Húzz fel az ász! Nincs vége. A tigris tovább él. Sandokan! Sandokan! Magyar szöveg Prekop Gabriella, hangmérnök Kósa Endre, rendezőasszisztens Juhász Anna, vágó Kocsis Éva, gyártásvezető Zalai Viktória, szinkronrendező Fodor Tamás. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készül. Coraggio, vento.